Sziasztok! Most ébredtem, nem olyan régen, vagyis hát ahhoz képest baromi korán. Fodrász üzletben lakik a... Hát Sanyinak hívja a virág, mert most már Sanyi, de a kis Luciferem, mondjuk most nem tudom, hova ment, itt étkezett az előbb. Aztán itt volt, aztán lehet WC-re ment. Biztos WC-re ment. Majd megmutatom. Most úgy néz ki, hogy nem megy el, viszont kétszer. Jó, ott van. Szia, Cincillám, bementél vissza a helyedre? Igen, igen. Hát van neki itt is egy ilyen kint lakása. Nyugodtan ide. Nem kell a lavor? Akkor így, itt se tetszik? Tessék megnézni, hogy nagyon kényelmes helyezést csináltam ide neked. Azt is leszarod? A jó. Akkor be... Most vettem észre, hogy kinyomtam a kamerát. Dikát itt van-e? De nem jöhetsz ide, beszívem. Menjél szépen ki a kis helyedre. Hát Dik, jaj, de olyan szép vagy, mint az állat. Most már bedobtam a pocsakodat, igaz? Úgy, menjél szépen. Ott lakik a fodrász üzletbe. Be akar jönni, azt mondja, bejövök. Jó neked ott is. Akkor cicáz. Ott volt a fodrászba. Még ezt itt most reggelizek. Na, most nem nyomtam ki a kamerát. Ott a kis szép konyhabútorom, majd meg fogom látni, hogy mekkora csőd az egész. És Nátán, csak a te kérésedre. Sajnálom, hogy nem vettem föl videóra. Ahogy elolvastam a hozzászólásodat, hogy fessem ma le a küdőnek a ajtó keretét is, hát lefestettem csak. Én nem is gondoltam, gyerekek, hogy ennyi, egy éve lett lefestve az ajtó, és ennyit elszíneződött ez a fehér, ugyanazzal a festékkel van kembe, és ez meg a... Ezért, most azt meg fogom próbálni majd, de lehet, hogy ez kap még egy réteg fehéret, vagy majd hozzá sárgul a keret, nem tudom. Na, hát itt van. Csak a probléma az meg itt van. Látjátok? Hoppá, úgyhogy az fog történni, amit el akartam kerülni, azokat már le se festettem ott, hogy valószínűleg lefogom valahogy van. Nem tudom elképzelni, hogy mi történik, hogy állandóan kinyomom ezt a rohadt videót. Hogy nagyon érdekes, most már másodszor. Szóval az fog történni, hogy le kell valahogy vakarnom azt a festiket, és fog kapni egy fóliát, amit nem akartam. De egyszerűen másképp nem tudom megoldani, úgyhogy csak az lesz a megoldás. Aztán majd meglátjuk, hogy az egyáltalán nem fog véletlenül a ragasztó elengedni, vagy ilyesmi. Minden itt van, most kávéztunk. A másik, amit viszont ugyanúgy meg kell majd csinálnom, most ez nem egy égetően sürgős dolog, az ez lesz. Tehát ide szeretnék rakni valami falvédőt végig. Most nyilván nem szeretnék ilyen öregeset, mondjuk, hogy... De például, ami a Petinek van tapétája, tudjátok, az a téglamintás, most nem konkrét olyanra gondoltam, hanem akár ilyen kő ízés. 3D-set nem akarok semmiképp, mert ide a székek mögé az nem. És lehet, hogy ezt úgy csinálnám meg, hogy maga a kéménynek az oszlopát, az kapna egy ilyen kő mintás borítást, és akkor egy kicsit magasabban, mint a széknek a izé van, tehát mondjuk így ebbe a vonalba, így körbe.
Mert a székek, ezek totálisan szét cseszik ott a falat, és ez nagyon szarul néz ki. A másik, amit szeretnék nektek mesélni, lehetséges, hogy árajánlatot is fogok kapni. Jaj, de szúr valami. Az a klíma. Én tudom, hogy van egy nagyon kedves nézőm, ő mondta, hogy klíma ne. És az a baj, hogy egyszerűen másképp nem fogom tudni megoldani, mert a klímának a beszerelése, meg tehát a kiépítése, az még mindig olcsó, mint hogyha az egész házat gázrendszerre akarnám rakni. És az persze, mondhatjátok azt, hogy persze neked benn van a gáz. Igen, lent, de az is konvektor. És ha belegondolok, akkor az összes konvektor kuka, mert konvektort nem fogok fölvinni az emeletre, mert az aztán baromira kifizetődő. Szóval, hogy nem. Mert Christopher milyen feles pohár tartotta át. Úgy örült neki, fogta, beletette. Így csinált, igaz? Szóval, hogy az pazarlás eleve a konvektorra való fűtés. Főleg úgy, hogy nincs is beszigetelve a ház, mert ha még be lenne, akkor azt mondom, hogy esetleg. De most kiépíteni az egész rendszert az egész házba, hogy gázkazán az 500 ezer, ami jó. És ez csak a gázkazán, arról nem beszélve, hogy nekem 15 darab radiátort kellene vennem. Tehát a klímával nem kell minden helyiségbe raknom hűtőkészüléket, hanem elég lenne. És itt beszélnek az áramtapálásról is, eleve nem annyira szar a helyzet, mint ahogy itt az emberek gondolják, arról nem is elteszem onna. Arról nem is beszélve, hogy ezzel, azt is jó, azzal annyit lehet még majd a későbbiekben spórolni, hogy napelemet teszel a tetőre, és akkor eleve a villany része a dolognak már vicc kategória. Na, mit szeretnék, Christopher? És itt van, hogy hűtőteljesítmény. Hát ez nekem mondjuk semmit nem mond. Négy ötventől 3500-ig. Annyi watt. Hát nem tudom megmondani, de valami... Várjál! 6, próbáljak valamivel számot mondani, amit tudok is. Mármint nem úgy értve, hanem hogy el tudom mondani, hogy... Mert itt az is volt, hogy mennyit vesz fel. Éves energiafogyasztás. ...139/910 kW/év. Hát nem tudom, melyikre vonatkozik, mert gondolom van többféle, van kisebb, nagyobb, blablabla, bla, bla. Fogalmam sincs. Na, nem is mondom. Ja, igen, itt vannak, hogy méretei, szélesség, magasság, ez egy kisebb fajta. De már egy kicsit nagyobb, egy kicsit még nagyobb, és egy sokkal nagyobb. Na, nem tudok, az a baj, hogy én értem, amiket nekem a Norbi elmesélt, kértem egy árajánlatot, azt beszéltük, hogy a fönti részben fel fogok menni és meg fogom mutatni meg. Én nem tudom, hogy mi van, itt éppen autóverseny, Ferrari, Volkswagen és Batmobile. Hoppá, Ferrari kiesett. Na és... Jó van, mamoni! És akkor majd felmegyek és megmutatom, hogy én nem tudok mondani semmit, mert főleg most már problémák merültek fel.
Biztos, hogy raktam ezt az ajtót. Na. Ugye ez a fürdőszoba. Ide azt beszéltük, hogy majd valahova ide rakunk egy törölköző szárítós radiátort. Ez a Christopher szobája. Itt lesz valahol a falon egy klíma. Eddig az nem biztos, hogy... Szóval nem biztos, hogy pontosan így lesz, de elméletileg. Aztán ide rakunk egy klímát, és ennek a klímának, meg a Christopher szobájának a klímája itt lesz. A teraszon, vagy erki, egymás alá fölé lehet rakni. Azt hittem meg tudom mutatni, de hát úgy bőg. Ide kell tenni majd szellőzőket, meg ez az ajtó nyitva lesz, és akkor át fog járni rendesen a meleg. És a konyhába itt lesz valahol egy klíma, kint lesz a külső egység, és akkor itt ez be fogja ezt fűteni. És megyek közben a bőg a gyerek, megviszem a táskancsot, és itt a folyosóban nem kell semmi, mert Szeszi följötti, mert innen lentről följön a meleg. Na, szóval talán ezt még be tudom fejezni, de nem biztos, hogy betéri egységből 3 kell, ugyanúgy, ahogy kültériből is. Szóval mi ezt beszéltük, hogy pillanat, valami támasztékot kell keresnem. Szóval mi azt beszéltük, hogy nem elég az, hogy például láttam 700 000 forintért egy külső hűtő, vagy nem tudom, hogy minek mondják ezt, egy külső egységet, és akkor arról ment még 4 beltéri. Most azt mondják, hogy abban az a rossz, hogy egyrészt, hogyha leáll az egyik, akkor... Szóval, hogyha valami probléma van, akkor egy motor működteti mind a 4 részt, és akkor mindenhol ideg van. Ha viszont mindegyiknek saját kültéri egysége van, akkor ez a probléma nem merül föl, hogyha esetleg valamelyikkel probléma van. Például, meg a teljesítménye is sokkal jobb, hogyha mindegyiknek saját meghajtója van, vagy nem tudom ezt hogyan mondani, mert nem értek hozzá. Úgyhogy egyelőre azt beszéltük, hogy csak a fürdőben lenne egy ilyen törölköző szárítós radiátor, ami ugyanúgy árammal működik, ugyanúgy van egy ilyen panel, amivel, vagy mi az? Termosztát, amivel vezérelni tudjuk akár, hogy mit tudom én, reggel 6 órakor már legyen meleg, aztán este 7-től már megint, amikor ugye az ember elmenne fürdeni. Úgyhogy ez tök jól megoldható. Árba még nem tudom, hogy miről beszélek. De mondom, szerintem ez így is lényegesen olcsóbb lenne. Most nem azéről beszélek, a havi általány díjakról, hanem így erről az egészről. De mondom most a kiépítéséről. Most még az még mindig
egy plusz dolog, hogy ugye ha áramon működik, akkor ott van a napkollektor, amit ugyanúgy be tud az ember, csak mondjuk, ha csak az emeletet nézem, hogy akkor ott a fűtés, meg minden, azért ott sok minden megy árammal. Biztos, hogy... Miért a földről leszel, Krisztofer? Tessék. De arra biztos, hogy áram... Tehát bővíteni mindenképpen kell, mert azt hiszem, hogy 16 amper, vagy miről beszéltek, és azt hiszem 32-re lehet bővíteni. De ha már az ember úgyis dobozt kell cserélni, meg minden, akkor már plusz kérheti azt a nem tudom mekkorát is. Memőfekóba. De most jelen állás szerint ebbe gondolkozok. És akkor már meglátjuk. Szóval nem tudom még egyelőre. Csak egy árajánlatra voltam kíváncsi. És akkor majd meglátjuk. Úgyhogy ennyi van most velem. Nem tudok semmi extrát mondani. Nem nagyon videóztam, mert arról nem akartam, hogy elmondhatatlanul fáradt vagyok. De úgy tényleg, szóval, hogy vásárolni nincs kedvem elmenni. Nekem. Most elvileg Siófokra is megyünk majd szerdán talán. Nem vagyok benne biztos, de szerdán. Akkor meg megmutatom, miket kaptam születésnapomra. Köszönöm szépen, te nem kéred? Hova mártottad bele? Kakába, de jó. Megkiskosztom, milyen üzletes. Nagyon jó. Nem kérem, hát hogy tudom ilyen bellegőzet? Te egyéb. Az meleg teja, majd mindjárt kapsz, jó? Csak kicsit hadd hűljön. Mindjárt öntök neked. Azt meg nem tudom kinyomni. És meg szeretném mutatni, nem a tepsit, amit áztatok, vagy tepsi, vagy mit, ki mit mond, szarom le, hanem virág. Azt a rohadt, hát jó elfogyott. Mindegy, azt akartam mondani, hogy sütött két nagy folyós kalácsot, ő sütötte kakaós. Hát te elfogyott. Na mindegy, szóval azért volt. Szeszi, az egy bodobács. Kész tőle. Eldugja a kocsikat. Én meg lezárom a vlogot. Vagy a mesélést, bármi is legyen az. Éljetek, ahogy tudtuk. Arrivederci. Amore. Hogy néz ki itt a fejemet?